Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretettel köszöntelek benneteket Pál apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 226. dicséretünk első versét, amely így kezdődik. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. A 226-os számú dicséretünk első versét énekeljük. Folytassuk tovább Istenünk magasztalását, megkezdett 226-os számú dicséretünknek második, harmadik és negyedik versével. Második verse ez énekünknek így kezdődik. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igénynek. 226-os számú dicséretünk második, harmadik és negyedik versét énekeljük. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Isten igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből, a 40. részből, a 26. 31. versekből. Így szól hozzánk a mi Urunknak és Istenünknek igéje, Ézsaiás könyve 40. része 26. versétől kezdődően. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott levőket,
kivezeti seregüket szám szerint, mindnyájukat név szerint szólítja, olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökké való Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Isten áldása legyen a meghallott ígén, hogy teremjünk általa sok jó gyümölcsöt, azaz sok jó gondolatot, jó szavakat, jó tetteket embertársaink javára, Istenünk nagy nevének, soha el nem múló dicsőségére. Feleljünk Istenünk megszólító atyai szavára, imádkozzunk a következőképpen. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálásan köszönjük neked, hogy ebben az órában találkozásunk lehet veled. Köszönjük a bíztató igéket, amelyek által már reménykedik is szívünk. Köszönjük, hogy még mindig szól hozzánk igét, hogy közlöd velünk üzenetedet, szavadat, akaratodat. Bocsáss meg, ha mi olykor az Emmausi tanítványokhoz hasonlóan resszívűek vagyunk, mert nem ismerjük fel azt, amikor te szólsz, te cselekszel bennünk, körülöttünk. Azért könyörgünk most. Segíts minket, hogy minden akadály elgördüljön, ami elvonná figyelmünket rólad. Szólj hozzánk ígéd és szent lelked által kegyelmesen. Segíts meghallani, megérteni, szívünkbe fogadni drága szent igédet. Jézus Krisztus érdeméért és nevében kérünk, halálból kiváltó Úrunkért, hogy hallgasd meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, készüljünk az igének hirdetésére, énekeljük a 303-as számú dicséretünk első versét. A 303-as számú dicséretünk első versét énekeljük, mely így kezdődik: Jöjj, népek megváltója, szűznek ékes virága. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban az az ige, amelynek alapján Istenünk hozzánk szóló üzenetét hirdetni kívánom a Szentlélek segítségét kérve és várva. Írva található Ézsaiás próféta könyvében, a 66. fejezetben, a 10.-14. versek válogatott részeiben. Így szól hozzánk Istenünknek igéje. Örüljetek Jeruzsálemmel, vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek. Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltok. Bizony, ezt mondja az Úr, folyamként árasztom rá a békességet, mint megáradt patakot, a népek gazdagságát. Ahogyan az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak én titeket. Jeruzsálemben kaptok vigasztalást.
Meglátjátok, és szívből örvendeztek. Testetek is virul, mint a fű. Megtudjátok, hogy az Úr támogatja szolgáit, ellenségeit pedig megbünteti. Amen. Kedves testvéreim a Jézus Krisztusban, egy hónap telt el azóta a mögöttünk lévő héten, hogy gyülekezeteinkkel március 15-én, nemzeti ünnepünkön találkoztunk. Azóta zárt templom ajtósok, Isten tiszteleteink. De hiszem, hogy szívünk nyitva van Isten igéjének fogadására. Az egyik internetes bejegyzés arról szól, hogy az ördög és Isten beszélget, az ördög dicsekszik, bezártam minden templomot. Isten pedig így válaszol, tévedsz, minden házban nyílt egy. A március 15-i forradalom és szabadságharcra emlékezés után most a lelkünk szárnyal. Hiányoznak testvéreink a Jézus Krisztusban nagyon. Hálás a szívünk azonban, hogy lehetőségünk van a virtuális találkozásra. Közben ránk köszöntött a tavasz. Aki teheti, aki tehette, bizonyára veteményezett is. A magokkal együtt elvetjük a reményt is. Reméljük, reménykedünk, hogy megéljük a kikelést, a kikeletet. Fiatalon és idősen is. A remény emberei vagyunk, vagy egy filmcím után szabadon, a remény rabjai, de a szabadság reményével. Mindkét felolvasott igénk is tele van reménnyel, biztatással, ígérettel. Biztatom a testvéreket, ha tehetik, vegyék elő Bibliájukat, és vegyük sorra ezeket a drága igéket, ígéreteket. Először Ézsaiás próféta 40. része 26-31. Verseiből. Szent leckénkből. Mindnyájunkat név szerint szólít. Név szerint ismerte Izrael népét az Isten, és minket is, akik őhozzá tartozunk. Talán már is a fülünkbe cseng. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek. Amikor elkeserednénk, mint a 27. versben, hogy rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé, akkor ráfelel a Zsoltárok könyve. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. És ráfelel az ige folytatása is, örökké való Isten az Úr, nem csak volt, nem csak van, hanem lesz is. És ez reményteljes jövőt készít. Drága ígéret az, hogy erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi, mert most mi is érezhetjük erőtartalékaink felélését, bármilyen helyzetben, ha Istentől jövő erőt kívánunk egymásnak, jusson eszünkbe az ige, hogy ő valóban adja számunkra, mert bizony elfáradnak, és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. Milyen igaz minden szava az igének, hogy el tudunk fáradni, hogy meg tudunk fáradni, hogy bele tudunk fáradni. Minden napjainkban, munkánkban, és olykor a körülöttünk lévőkbe is. De jön a következő sokszoros ígéret. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mert bizalmunk van Istenben, mert igaz ránk a 62. Zsoltár. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet, csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Sőt, nem ingadozom, mert benne bízok. Nem csak adja az erőt, de meg is újítja. Szárnyra kelünk, lelkünk szárnyal, és tudjuk véghez vinni úgy mindennapjainkat, munkánkat, úgy szeretni szeretteinket, hogy nem fáradunk el benne. Ezek az ígéretek a Szent Leckéből. Név szerint ismer, nincs rejtve előtte ügyünk, örökké való, erőt ad, erőssé tesz, megújítja erőnket. Szárnyalunk, nem fogunk belefáradni.
Alapigénk pedig ebben a mostani veszélyhelyzetben megszólít bennünket Jeruzsálem jövendő boldogságáról. További sok-sok ígérettel bíztat. A 8. versben így kezdődik ez a rész, vajon csak egy országért egy napig kell vajudni? Több mint egy nap, több mint egy hét vagy egy hónap most számunkra a vajudás, a szenvedés, vagyis inkább magunknak önszabályozása. De ígéret is van benne. Jövendő boldogság, mint gyermekszületéskor, amikor először karjunkba vehetjük az újszülöttet. Minden szenvedés, minden fájdalom már a múlté. Bizony, ezt mondja az Úr a 12. versben, folyamként árasztom rá a békességet, mint megáradt patakot, a népek gazdagságát. Békesség, mert árasztja az Úr a megnyugvást, a békességet. Olyan sokat rohantunk a család, a munka, a megélhetés után. Most megállhatunk, utolérhetjük magunkat, megnyugodhatunk. Kétségbeesés helyett békességet találhatunk, mert Isten adja nekünk. A gazdagságról pedig most a gazdaság újraépítésére is szükség lesz, meg sok minden más újraépítésére. Elszomorító. De megint egy ígéret szól hozzánk, erre nézve. Árasztom a népek gazdagságát. A konfirmantus K.T. szerint életemet nem a vaksors, a végzet irányítja, hanem az én mennyei atyám. Ez a gondviselés. Vajon ez a mostani helyzet kellett hozzá, hogy az emberek sokasága visszataláljon Istenhez, hogy legyen idejük rá, hogy megerősítsék vele a kapcsolatot? A böjt után most kijárási böjt van, Istenünk pedig mindeközben karján hordoz. A 13. versben ezt olvassuk, ahogyan az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak benneteket. Szükségünk van erre a vigazra. Egyik énekünk is kifejezi ezt. Bár késik a segítség, és nem találsz vigaszt, eloszlik bú és kétség, előbb, mint véled azt. Amikor nem találsz vigaszt, de tudod, hogy ő ott van hű és igaz. Amikor elkeseredünk, de az ige szerint. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Isten következő ígéretet ez, Isten vigasztal tehát, ahogyan az anya a fiát. A legszorosabb kapcsolattal, szeretettel, mely erősebb minden más szeretetnél, isteni és szülői szeretettel. Mindez pedig Jeruzsálemben, a szent városban van, a szent házban, hiszen Isten temploma Jeruzsálemben van. A vigasztalás házában és városában, ahova Jézus bevonult bűneink királyaként, és megváltott bűneinkből, hiszen Úr a bűn felett, a központi helyen, ahova mindenki elzarándokolt évente egyszer Istenért. Végezetül a 14. vers így szól hozzánk. Örül szívetek, testetek is virul, mint a fű. Az Úr támogatja szolgáit, ellenségeit pedig megmünteti. Vagyis az ígéret erről szól. A békesség mellett lesz még öröm is. Elmúlik a szomorúság ideje. Este szállást vesz a sírás. Reggelre megérkezik a vigadás az ige szerint. Lehet, hogy nem olyan gyorsan történik meg, de akiben benne van ennek az ígéretnek a tudata, az már is örül. Az Úr támogatja szolgáit, nem hagyja magukra, még ha be is kellene zárkóznunk. Velünk van. Egészségben, kétségben és helyzetben, betegségben is támogat. Ha elgyengülnénk is, igaz ránk az ige. Velem van az Úr, nem félek. Ígéri az ige szerint. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok, a te Istened. Végezetül pedig ez hangzik, ellenségeit megbünteti a 14. versben újfent. A vírust az Úr visszaszorítja. Ha mi is megtesszük a magunkét,
akkor ő hatalmát fogja megmutatni. Alapigénk ígéretei tehát. Jövendő boldogság, békesség. Isten árasztja ránk gazdagságát, megvigasztal, a központi helyen örömöt ad, támogat, megmutatja hatalmát. Istenünk ígéreteivel, reménységével, jelenlétével támogat minket, de azért a saját részünket, ami rajtunk áll, tegyük meg. A szabályokat, a felkínált ajánlásokat tartsuk be, menjünk haza és szeressük családjainkat, családunkat. Szenvedjük el egymás szeretetben, és Isten békessége meg fog őrizni bennünket. Amen. Feleljünk az ige hirdetésre az ének szavával. Énekeljük a 303-as számú énekünknek utolsó, 7. versét. A 303-as számú énekünk 7. versét énekeljük, mely így kezdődik: Dicsőség néked, Urunk! Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Gondviselő jó atyánk, édes Istenünk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük számtalan biztatásodat, ígéretedet, hogy a remény újjá éleszted bennünk. Segíts nekünk hálás szívűnek lenni mindazért, amink van. Óvd meg bennünket attól, hogy azt keressük, ami hiányosság. Fogj össze és tarts bennünket együtt. Könyörgünk hozzád szeretteinkért, családjainkért, barátainkért, ismerőseinkért, azokért, akiket mi szeretünk, de azokért is, akiket csak te szeretsz, atyánk. Könyörgünk, légy a magányosokkal, gyógyítsd a betegeket, vigyázz a gyógyultakat, az egészségeseket, vezesd a vezetőket, hogy jó döntéseket hozzanak, és a vezetetteket, hogy a jó úton járjanak. Add erődet az egészségügyi dolgozóknak és minden dolgozónak otthonaikban és munkahelyükön. Vigyázz a rendőreit, mindazoknak is te légy segítsége, akik bármely területen erejük fejet helyt állnak. Segítsd a katonákat, a szállítmányozókat, légy a boltosokkal, óvd a pedagógusokat, a gyermekeket, a tanulókat, az érettségire készülőket, az időseket, a fiatalokat, a felnőtteket. Vigasztald meg emlékező és gyászoló testvéreinket az örök élet reménységével. Kötözd be a lelki és testi sebeinket. Urunk, neked van egyedül hatalmadban. Kérünk, állítsd meg a járványt. Adj bölcs elhatározásokat, döntéseket és tetteket. Engedd követni a betartandó szabályokat. Hatalmaddal győzd le a járványt, mert egyedül te vagy erre képes. Jézus Krisztusért, bűnünkből megváltó úrunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Imádkozzuk együtt a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Mindezek után Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Kérem, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel hirdetem, de Isten akaratát elfogadva, hogy ezen a héten kísértük a feltámadás reménységében utolsó földi útjára Tikász Imre 88 évet élt testvérünket, aki a Bem utca 64-es szám alatt lakott. És sajnos van egy új halottunk is, Ambrus Sándor 76 évet élt testvérünk, a Besenyei utca 19-es szám alatt lakott. Temetése pénteken délelőtt 11 órakor lesz a téglaparti temetőben a feltámadás reménységében. Ezen a héten több emlékharang is szólt. Kuruc Imre szobrászművész halálának első évfordulóján emlékezett felesége és családja. Bogáti Jánosné született pap Julianna halálának 6. évfordulóján emlékezett férje és családja. Rácz Józsefné született Lisztes Margit halálának 25. évfordulóján emlékezett lánya Mária. Ince Imréné született Mózsik Jolán halálának 19. évfordulóján emlékezett lánya és családja. Mezei Sándor halálának első évfordulóján emlékeztek felesége, két lánya és családja. Dr. Bagosi Sándor halálának 2. évfordulóján emlékezett családja. Csarkó István halálának 4. évfordulóján emlékezett felesége és családja. Isten iránti hálaadással köszönjük meg a Berettyó televízió munkatársainak a felvételek elkészítését. Minden este 20 órakor megszólalnak templomunk harangjai, megköszönve a koronavírus járvány elleni küzdelemben résztvevőknek az erőfeszítéseit, valamint emlékezve azokra, akik a járványban életüket vesztették. Szeretettel hívom fel a figyelmet az adakozás lehetőségére online formában az egyházközség számlaszámára, illetve az egyházközségek számlaszámláira is a Bihari Református Egyház megyében, vagy otthon összegyűjtve, hogy amikor újra találkozunk, a persejbe tudjuk helyezni hálaadományainkat. A Magyarországi Református Egyház felhívását adom közzé a koronavírussal kapcsolatosan. Kérjük közösségeinket, hogy imádkozzanak a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megfékezéséért fáradozó döntéshozókért, a koronavírus járvány elleni küzdelemben résztvevőkért. Köszönettel a Magyarországi Református Egyház elnöksége. Isten legyen valamennyi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén záró énekünket énekeljük, a 274-es számú dicséretet. A 274-es számú dicséret mind a 4 versét, az első verse így kezdődik ennek az éneknek. Ki Istenének átad mindent.